Ezek a felvételek közel egy évvel ezelőtt készültek Szekszárdon a Garai téren. Akkor fertőtlenítették a Tolnai megyeszékhely forgalmasabb útszakaszait seprűs locsolóval, míg a gyakran használt járdákat, buszmegállókat, padokat, korlátokat, tárolókat, szemetes kukákat multifunkciós takarítógépekkel tisztították meg. Ács Rezső Szekszárd polgármestere pénteken bejelentette, ettől a héttől kezdve ismételten nekilátnak a közterületek fertőtlenítésének. Naponta 20 kilométernyinek a megtisztítása fog zajlódni. Azért mondom, hogy a után 20 kilométer, oda 20 kilométer, vissza, tehát 40 kilométer, a járda szakasznál pedig helyben 40 kilométer megtisztítása zajlik. Emellett 38 játszótérnek a feltöltlenítése, és a buszmegállók, padok, mindent naponta fogunk feltöltleníteni. A közterületek fertőtlenítésére, a higiéniai szabályok betartására azért is nagy szükség van, tette hozzá Ács Rezső, mert egyre több a fertőzött. A vírus örökítő anyagának koncentrációja is nő a szennyvízben a Tolnai megyeszékhelyen, ami szintén a járvány felfutását vetíti előre. Az oltópontok bővítésével pedig az a céljuk, hogy minél többen szerezzék meg a koronavírus elleni védettséget, és ha szükségessé válik, legyen hol beadni a vakcinát az embereknek. A meglévő oltópontok mellett a városra lehet új oltópontok kialakítására ingatlant. Ez most még nem kell, hála Istennek, remélem nem lesz rá szükség, de hát készülni kell a jövőre is. Ha bármit hoz a helyzet, akkor tudjunk azonnal reagálni. A járvány megfékezése érdekében a Tolnai megyeszékhelyen továbbra is kötelező a maszk viselése.